Június 8-án a Csengelei Falunapok keretein belül traktorhúzó versenyt tartottak. Erről készült felvételeinket tekintetik meg a következőkben.
jövőre kell hozzá. Foci tábor tartottak Kisteleken, ahol rengeteg edzésre és programokkal várták a focizni vágyó kicsiket. A résztvevő gyerekek meséltek nekünk a táborról. Hogy érzitek magatokat itt ebben a táborban, és miért is jelentkeztetek ide? Jó, meg hogy fejlődjek, mert ugye lehet, hogy megyek a Grosics Akadémiára. Így nagyon jó. Én is, meg én azért jelentkeztem, mert imádom a focit. Azt én is. Mit csináltatok eddig a mai napon? Nem sok bemelegítettünk. Először is, hogy érzitek magatokat itt, és miért is jöttetek ide? Hát én azért, mert jó, nagyon jó fűtés, még ilyesmik. Igen, meg azért már vártunk ékrémet. Mit csináltatok ezen a héten? Hát fociztunk nagyon sokat, meg fürdítünk. Meg jó sokat bicikliztünk is. Sokat fociztatok is? Igen. Szerettek nagyon focizni? Igen. Thank you.
hogy érzed magad itt ebben a táborban, és miért is jöttél ide? Hát nagyon jó, nagyon azért jöttem el, mert már régebben voltam, és akkor megtetszett, és akkor így. Miket csináltatok ezen a héten? Mi tetszett neked a legjobban? Hát a fürdőzés az nagyon, meg hogy minden reggeli focizunk. Tegnap találkoztatok ugye Koncz Zsoltal, milyen volt vele beszélgetni, találkozni, miket csináltatok? Hát, hogy kérdezgettünk tőle, és ott a végén egy kicsit fociztunk is vele. Egy kis bemelegítés, foci, és akkor a fürdés az is, meg hogy ugye ilyen híres focistákkal találkozunk, meg ugye tegnap ugye meccseztünk ellene. Milyen volt vele focizni? Jó. Jól éreztétek magatokat? Igen. Még valamit elmondanátok? Hát nekem ugye már ez a harmadik évem, hogy itt vagyok, neki meg még a második. Táborban milyen programok voltak, mint vettetek részt? Hát volt a futszál, bent döntöztünk, volt ilyen hálótérő, hogy minden csíkonként kellett hátra menni, és mindig el kellett érni a hálót, ha nem sikerült, akkor kiestél. Akkor játszottunk még olyat, hogy ugye voltunk az uszodában, és ott meg hát így úsztunk, meg dobáltuk a labdákat, el kellett a másiknak kapni, és ha aki nem kapta el, az kiesett. Hát nagyjából ennyi, de még ugye döntőztünk is, itt a Copa America is volt, akkor hetes döntőztünk, meg az U21-es világbajnokságot ugye most fogjuk eljátszani.
Mária Celtől Csíksomlyóig vezet az úgynevezett Mária út, melyen idén egy balázsai zarándok, Zelei György egyedül ment végig. Őt kérdeztük az út részleteiről, és hogy igazán ki volt az, aki a legnagyobb erőt adta neki ebben. Közel 1500 kilométert tett meg Zelei György. Őt kérdezzük ennek részleteiről először is. Köszöntöm Önt itt nálunk. Hogyan is jött ez a lehetőség vagy ötlet, hogy körbejárja a Mária utat? Üdvözlök mindenkit, és úgy jött ez az ötlet, hogy múlt évben voltam az El Caminón, tehát a Jakab úton, és akkor hallottam erről a Mária útról. Két magyar ismerősöm járt ezen az úton, és őket megkeresve ismertem meg ezt a Mária utat. És így indult ez az út, így kaptam rá ötletet, hogy én is megpróbáljam és végigmenjek rajta. Nagyjából mennyi idő volt, amíg körbejárta ezt az utat, és miket tapasztalt ezen az úton? Esetleg volt-e önnel valamilyen segítő, aki segítette ezen? Hát ez az út, ezt Mária Celből indul, és egészen Csíksomlyóig megy, és március 29-én indultam, és május 28-án értem oda. Tehát ez egy 61 napos út, 1460 kilométerrel. Minden nap mentem, és ezt az utat egyedül tettem meg. Hát most ez a Batin Péter segített ebben, akik múlt évben mentek, és ő a helyeket, ahol megszálltam, ő foglalta le, és ő ebbe sokat segített, hogy minden nap tudtam, hogy hol fog megszállni. Volt esetleg olyan valamiféle nehézség? Hát tehát minden nap általában ilyen 20-25-30 kilométert mentem, egyszer volt 37 és 36 kilométer. Igazából ezek a napi távokat meg lehet tenni, tehát az ember elindul 8 óra, fél 8 körül, és akkor 3-4-5 óra körül odaér. Tehát igazából a napi távok nem voltak nehezek, talán az, hogy minden nap kellett menni, tehát, és az eső az, ami nem volt olyan jó, főleg a cipőm ázott be, és az tehát naponta 4-5 óra szálkokat átázott cipőbe kellett menni, az, ami esetleg nem volt olyan jó. Hát most az úton többféle állatokkal, rókával, meg őzekkel, nyulakkal minden előfordult. Tehát a medvét azt elkerültem, hál' Istennek, az nem találkoztam, de ilyen nyomok azok voltak az úton, sok medve nyom. Tehát Isten elirányította őket másfelé. Tehát az úton nagyon éreztem Istennek a támogatását. És megsegített az, hogy ne tévedjek el, és az úton maradjak, és minden problémát le tudjak küzdeni. Említette, hogy volt egy ilyen segítség, aki szállást biztosított. Volt-e valamilyen térkép vagy telefonos segítség, igen, segítette? Internetes térkép alapján mentem. Ez a mapi.cz, tehát ezt töltöttük le a mobiltelefonra, és akkor mint navigációként működött, és így tudtam az erdőkbe, a falukba, városokba, tehát oda találtam, ahol kellett. Tehát ennélkül igazából nem tudtam volna menni, mert nincsenek jelek mindenhol, elég sok helyen van, de azért van, ahol nincsen. Tehát ilyen pusztákon, fennsíkokon, ott nem igen van jel, és hát olyan utakon is kellett menni, ami nincs, tehát ami nem... Nem igazán így a térképben. Hanem csak a fű van, vagy az erdőben a fák között, és ez nagyon érdekes, nagyon jó. Hogy az ember ilyen úton is végtud. Elég sok ilyen erdős és pusztás rész volt akkor. Igen, de hát főképpen
főképp hegyes vidékeken mentem, tehát Ausztriába is az első nap ottan ilyen havas úton mentem, ilyen 30-40 centis hóba, ami volt, ahol elbírt, volt, ahol beszakadt, hát egy 5 kilométert mentem ilyen úton. Nagyon szép, hogy csodálatos volt a táj is, meg maga ez az élmény, hogy a hóba is tudtam közlekedni. Egyébként tehát mindenféle út volt az úton, tehát aszfaltos útra is kiviszed a Mária út, de falukon, városokon, gyöpes, járatlan utakon, meg járt utakon. Nagyon sok helyen előfordul, hogy ilyen villanypásszóra lekerített részek vannak, ahol át kell menni, és akkor hát vagy átbújok alatta, vagy pedig egyik helyen volt olyan is, hogy a gazda ott volt, és akkor mondtam neki, hogy nekem merre kell mennem. És azt mondja, persze tudja, hogy itt vezet a Mária út, és akkor lekapcsolta a villanypásztort, átengedett, és tovább folytatottam az utat. Ahogy nem említette is, hogy nagyon szép rengeteg tájat látott, és valahol érezte Isten segítségét, és mit adott önnek igazán ez a Mária út? Hát hitben erősödtem sokat, és tehát nagyon éreztem, tehát ezen az úton, ez miatt, hogy egyedül mentem, tehát nem volt társam az úton, és a magányba nagyon lehet érezni Isten támogatását, és az, hogy megsegít az úton. Tehát voltak olyan helyek Erdélyben, ahol ilyen medvejárt részek vannak, ahol a helyiek mondták, hogy ne is menjek arra, mert ott nagyon sok a medve, és akkor tehát én nem találkoztam egyel sem. Hát ők mondták, hogy ők már jártak arra, és akkor megkergette őket meg, tehát ők nem is mennek, és hál' Istennek én nem találkoztam, elkerültem ezeket a medvébe való összefutásokat, találkozásokat. Hogyha lenne rá lehetőség, ön újra megpróbálna ezt, vagy újra végig menne rajta, vagy hogyha valaki meg szeretné ezt próbálni, akkor miért ajánlja? Igen, mindenképpen. Tehát nagyon, nagyon szép út volt, és igazából tehát maga ez az út 61 napig tartott, de még, tehát ugye a pápai misére mentem én ki, ami június 1-én volt, és a pünkösdi mise az pedig június 8-án. És ott is ott maradtam, tehát 73 napot voltam oda távol, és tehát ez nagyon nagy élmény, maga az út, és maga ez a hosszúság, és igen, megtenném még egyszer, tehát nem kell félni a maga az úttól, és semmitől nem kell tartani, mert én hiszek Istenbe, és ő megvéd mindentől, tehát hogyha az ember hisz benne. Június 8-án a Csengelei falunapok keretein belül a Mazsorett csoport bemutatót tartott a Csengelei fúvózenekar közreműködésével. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Következő szám Gloria Gaynor amerikai énekesnő által vált ismerté 1978-ban. Az I Will Survive című dal minden idők egyik legnépszerűbb diszkószáma volt, és az énekesnő legnagyobb sikere. Most a zenekar előadásában hallhatják a Kristály Mazsorett csoporttal. Thank you.
mazsorettekről is szeretnék néhány szót szólni. 96-ban az akkori társastánc tanszakos lányokból alakultak azzal a céllal, hogy a fúvózenekarral együtt dolgozhassanak, versenyeken, fesztiválokon együtt képviselhessék Csengelyt. 4 korcsoportban folyik az oktatás, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Lelkiismeretes, szorgalmas munkával már ők is szép sikereket tudhatnak maguk mögött. Rendszeresen részt vesznek a művészeti iskola táborában, ahol szakmai tudásukat tökéletesíthetik és baráti kapcsolataikat elmélyíthetik. Az ifjúsági csoport állandó kísérője a fúvószenekarnak. Csoportvezetők Csáki Klaudia és Cirokné Krizsán Zsuzsanna. Ezek után következzen Glenn Miller egyvelege az ifjúsági csoport közreműködésével.